Marosvásárhelyen az utóbbi fél évszázad közös kulturális hagyományainak megfelelően két irodalmi folyóirat jelenik meg. A román nyelvű Vátrá és a magyar nyelvű Látó. Ezeknek az igencsak színvonalas kiadványoknak a léte kérdőjeleződik meg a továbbiakban, mert fő támogatójuk a Maros megyei önkormányzat megvonni készül tőlük az önálló jogi státust, és a megyei könyvtár alosztályaiként kívánja működtetni tovább a két szerkesztőséget. Erről a kérdésről beszélgetünk a következő percekben itt a stúdióban Demény Péter íróval, a Látó kolozsvári munkatársával, valamint telefonon Kovács András Ferenc költővel, a folyóirat szerkesztőjével. Szervusz Péter, köszöntelek, örülök, szervusz, hogy itt vagy a stúdióban. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok meghívásod volt az elmúlt napokban különböző sajtóorgánumok részéről, ugyanis mindenkit érdekel az, hogy mi történik az elkövetkezőkben a Látóval. Így lesz az ember médiasztár, hogy a politikum kitalál valamit, és akkor elkezdik hívogatni, mert érdekes nyilván. Köszönjük a sajtónak ezt a támogatást, azt hiszem, hogy a kollégáim nevében is megtehetem. Tényleg sok kérdésre válaszoltam, az ember nem tud elég okos lenni, de igyekszik. Nos, kezdjük azzal, hogy mikor tudtátok meg, mikor tudta meg a szerkesztőség, hogy valami készül a Látó ellen? Vasárnap este telefonáltak, mobilon tudtam meg, tehát ez a mai világra nagyon jellemző dolog. Aztán lassan kiderült, hogy mit akarnak, vagy mi lesz ennek a vége. Az elképzelés nagy vonalakban az, hogy a megyei könyvtár fennhatósága alá vonnák ezt a két folyóiratot, az alkalmazottak száma felére csökkenne, és egy közös főszerkesztő irányítaná a munkát. Fontos lenne leszögezni, igen, bocsáss meg, de ennek a Vátrának olyan fura felhangjai vannak, azt hiszem, a magyar nézők körében. Ez egy teljesen a szélsőségtől távol álló és nagyon színvonalas. Tehát volt a Vátrá Romaniászk szerveződés, amely nagyon ilyen mély nemzeti hangokat pendített meg, ahányszor megjelent a kulturális, de többnyire inkább a politikai porondon, és van ez a nagyon jó nevű Vátrá kulturális folyóirat, ami már a 70-es évektől működik Vásárhelyen, és nem kis sikerrel, hisz olyan írók, alkotók jelentetnek meg benne írásokat, mint például a nemrég a Román Kulturális Intézet leköszönő igazgatója, Horjá Román Patapievics. De biztos, hogy felsorolhatnál még néhány nagy nevet, hiszen tudom, hogy te pontosan követed a román kulturális és irodalmi aktualitásokat. Felsorolhatnék, de azt hiszem, hogy nem, az ilyen listák mindig szárazak. A lényeg az, hogy tényleg nagyon sok, és a román irodalom krémje jelenik meg ebben a lapban is, mint más lapokban is, de Vásárhelyen éppen ebben a folyóiratban, tehát egy nagyon nyitott, jó szellemű közeg ez, amellyel a Látó szerkesztősége egy épületben működik. Nos, tehát van ez a két folyóirat, mindegyik eddig önálló jogi státussal rendelkezett. Mindkettőnek megvolt a maga főszerkesztője, a maga szerkesztői gárdája. És akkor ezt próbálnák összeboronálni, és a megyei könyvtárnak a fennhatósága alá vonni. Miért? Mi az indok? Milyen indoklással született meg ez a terv? Az indoklás az anyagi természetesen, tehát hogy így majd elnézést, így majd több pénzt lehet spórolni, vagy egyáltalán spórolni lehet, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon dilettáns elképzelés már, mint az összevonás. Spórolni mindig lehet, mindig el lehet bocsátani, mindig össze lehet vonni, de amikor már folyóiratok létére tör a spórlás, akkor azt hiszem, hogy ki kell jelenteni, magyarul vagy románul, de minden esetre őszintén, hogy nekünk az a célunk, hogy a kultúrára több pénzt ne adjunk. Nos, itt a
tegnapi Szabadságban megjelent egy eléggé részletes cikk beszámoló arról, hogy mire készül a Maros megyei tanács, és nagyon-nagyon keresem azt a mondatot, amelyben Ciprián Dobré, a Maros megyei tanács elnöke beszámol arról, hogy a tervei szerint a lapok munkatársai megtaláltam, új rovatok indításával és külön számokkal népszerűsíthetnék a könyvtári állományát a megyei könyvtárnak, a különböző kiadványok korrektúrázását pedig maguk a szerkesztők végezhetnék az elkövetkező időszakban, akár már szeptember elejétől, ha a képviselők rábólintanak. Nos, hogy tűnik neked ez a terv? Mennyire aberráns? Hát ez abszurdum szerintem. Nem beszélve arról, hogy a megyei könyvtár kiadványait eddig is népszerűsítettük, ha úgy tetszik, hiszen arról szól egy szép irodalmi folyóirat, hogy egy ilyen némileg léhafordulattal éljek, hogy írókat, könyveket, szerzőket, kultúrát népszerűsít, ha hagyják. Hogyha egybe csapják egy könyvtárral, aminek semmi baja nincs, csak hát a pesti folyóiratokat sem az Országos Széchenyi Könyvtárban szerkesztik, hanem ott, ahol szerkesztik őket. Tehát, hogy az az érzésem, hogy valaki, akinek semmi köze a kultúrához, vagy aki nem ért a kultúrához, az mindenféle körmönfontsággal és nyakatekert érvekkel meg akarna indokolni egy döntést, amelynek valami más áll a hátterében. Hát te is, meg én is átéltünk már olyan időket, amikor az, hogy mit tartalmazzon egy szép irodalmi vagy kulturális folyóirat, az elsősorban nem a szerkesztőségben és nem a szerkesztők által döntetett el, hanem teljesen más fórumokon, politikai fórumokon. Tehát ilyen szempontból ez már egy déjà vu. Ez teljesen egy déjà vu, és az is egy déjà vu, hogy valakinek, akiről döntenek, megmondják, hogy miért jó az, amit döntöttek a feje fölött. Tehát, hogy miért kell ezt a szerkesztőség akárhány telefonon keresztül megtudja, vagy miért így kell megtudja, ahelyett, hogy a megyei tanácselnök eljön, vagy felhívja a Kovács András Ferenc főszerkesztőt, és megbeszéli vele. Már akkor is a jó indulatot érzékelné az ember, és nem valami egészen mást. Arról volt szó, hogy a Maros megyei tanács mai ülésén tárgyalnak a két folyóirat státusáról, és hogyha jól tudom, akkor ez a döntés nem született meg, elnapolódott. Erről kérdezem most Kovács András Ferencet, a Látó folyóirat főszerkesztőjét, aki vonalban van. Jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok a tévénézőknek is, így hangon keresztül. Tehát a mostani helyzet a következő. Volt egy ilyen meghátrálásféle, szerintem mímelve Ciprián Dobré megyei tanácselnök úr által, hogy hát ő most meghátrál, és a kulturális bizottság elé se bocsátotta az ügyet. Sőt, még a ma már elhangzott különben megyei tanácsülés napirendi pontjai közül is kiemeli. Na most már ettől függetlenül, erre többször utalást tett, ettől függetlenül megpróbálta mégis valamiféleképpen bedobni megbeszélésre ezt az ügyet az elején, csak hát élénk nem tetszést aratott, nem csak a mondjuk az RMDSZ-es tanács tagok, hanem a román kollégáik körében is. Tehát azért megpróbálta minden ígérete ellenére igyekezett valahogy felszínen tartani ezt a dolgot. Másrészt pedig ő maga én már többször is megemlítette, hogy hát ez csak a kezdet. Most éppenséggel elnapolták az ügyet, de hát egyáltalán nem vették le a napirendről, és akármikor visszatérhet. Tehát ez lehetséges, hogy hetek, lehetséges, hogy hónapok kérdése. Én azért inkább hetekre szavaznék, hetekre gondolok, amennyire a vehemenciáját és amennyire a túlságosan
nagy implikátságát látom a megyei tanácselnök úrnak. Nem aratott tetszést, azt hiszem, hogy általában nem aratott tetszést a megyei tanácsnál, meglátjuk. Tehát az ügy nem fejeződött be, az ügy, ha ma nem is kerül terítékre, terítéken van, terítéken lesz, és akként kell. A két lap, a Vátra ugye, és mi is, mi általában szinkronizálunk a Vátrával, tehát megbeszéljük a dolgokat, és tudunk egymás lépéseiről, aként kell mi is gondolkozzunk mindenről. Főszerkesztő úr, az utóbbi napokban nagyon aktívan és nagyon hatékonyan sikerült önnek és a szerkesztő kollégáinak eljuttatnia a híreket, az információkat a látó átszervezéséről a különböző sajtóorgánumokhoz. Mivel azt mondta, hogy valószínű nem lesz ennek az ügynek vége, és nem volt semmi sem leszögezve a mai nap folyamán, milyen további lépéseket fontolgat? Hát a további lépések így diskurzussal, tehát egymás között úgy megbeszélve a dolgokat, nyilvánvaló 2-3 lépcsőben fogjuk ezt kezelni. Nem árulnám el most, hogy miként, nyilvánvalóan ennek különféle az ilyen tiltakozásoknak, petíciógyűjtéseknek, vagy egyéb beadványok szerkesztésének, szimpatia nyilatkozatok közétételének, ennek megvannak a lépcsőfokai. És az a nagyon fontos, azt kellene megértse valamelyest a megyei tanácselnök úr, akinek úgy látszik ez szívügye, vagy egy mögötte álló érdekcsoportnak a szívügye, hogy hát ez nem egy megyei probléma. Ez egy országos probléma, bizonyos szempontból ez egy nemzetközi problémának is nevezhető. Lesz ennek még folytatása. Sajnos ennek az az óriási hátulütője, hogy nem lehet nyugodtan dolgozni, nem lehet nyugodtan lapot csinálni, nem lehet nyugodtan semmit sem csinálni azért, mert amíg ez így van, addig ez Damoklész kardjaként lóg a fejünk fölött, leng a fejünk fölött, mert mozgásban van. Hát az egészről minősíteni, sok minősíteni való nincs. Ugye a jogi státus megvonása mindkét laptól tulajdonképpen a lap megszüntetését és ellehetetlenítését jelenti. Ez kétségtelen. Tehát minden erre felé mutat, és mondom, eléggé mindenféle látszólagos hátralépés ellenére eléggé nagy vehemenciával arra felé szeretne mutatni. Főszerkesztő úr! A módszerek azok pedig kimondottan a Ceausescu-kori módszerek, tehát úgy látszik, hogy most megint egy nagy nosztalgia van a post-Ceausescu-kori módszerek iránt. Sajnos. Ezt nekem is meg kell jegyeznem. Főszerkesztő úr, nagyon szépen köszönöm, hogy bekapcsolódott az adásunkba, és csak azt tudom ígérni, hogy odafigyelünk minden friss történésre, ami a látóval kapcsolatos. Nagyon igen, szépen köszönöm. És ami a Vátrával kapcsolatos, mert nagyon, és a Vátrával, nagyon, természetesen. Nagyon össze vagyunk mi kötve. Természetesen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én is köszönöm szépen, kezét sokan. Kedves Péter, egy utolsó kérdés. Az utóbbi hetekben nem ez az egyetlen hír, vagy negatív hír, ami különböző kulturális intézményeknek az átszervezését, megszüntetését hozta el a nézőkhöz, olvasókhoz, kultúra iránt érdeklődő emberekhez. Célzok itten a román kulturális intézmény érintő lépésekre, a román televíziónak a kulturális csatornáját megszüntető intézkedésre, és akkor most következik a látó meg a Vátrá jogi státusának a megszüntetése. Egy olyan harcnak a kellős közepén állunk, amely a kultúrát akarja kiirtani? Hát lehet, hogy annak a közepén állunk, én azért remélem, hogy nem ilyen szomorú és sanyarú a helyzet. Meg el is választanám az ügyeket egymástól abban az értelemben, hogy a Román Kulturális Intézet vezetője az elég közel került az államelnökhöz politikai értelemben. A tévéadó fogalmam sincs, hogy miért kell megszüntetni, és szintén fogalmam sincs, hogy a látót és a Vátrát miért piszkálják, de úgy látszik, hogy vannak emberek, akiknek semmi sem drága és semmi sem szent. Péter, köszönöm nagyon szépen, hogy itt voltál a stúdióban, és várunk az újabb fejleményekkel. Én is köszönöm.